Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Mindenkinek csodálatos szeptember hétvégét, és nagyon kellemes pihenést kívánunk. Meghívlak, meginvitálok benneteket egy nagyon finom tordai pecsenyére, hogyha van kedvetek, készítsétek el, tartsatok velünk, nézzétek meg. Aki szereti a sült húsokat, mindenféleképpen ajánlom, nem fog benne csalódni. És Szilvike mindjárt megmutatja itt a deszka tartalmát, és jelen esetben is mondhatom nektek, kopasz deszka szindróma, hiszen nagyon kevés alapanyagból összeépítünk, megsütünk egy csodálatos húst. Na most itt a húsra kitérve egy pillanatra, érdemes mindenféleképpen egy kicsit zsírosabb és bőrös csontos sertéskarajt használni, mint itt a példaképpen láthatjátok, és nyilván akár ez egy süldő, tehát akár ennél zsírosabb hússal is tudtok dolgozni, ebbe van rövid karaj, hosszú karaj, ahogy ti gondoljátok, és természetesen, amit majd kaptok a hentesnél, lehetőleg, és ezt csak azért mondom lehetőleg, fűrésszel dolgozzatok, vagy fűrésszel vágassátok el a húst, vagy ha éppen bárdal vágja mondjuk a kedves hentes úr, akkor hát éppen óvatosabban esetleg nem maradjon annyira szilánkos a csont részénél, vagy éppen, hogyha szilánkos, akkor pucoljátok meg majd a sütés előtt. Na, ennyit a húsról, bocsánat, hogy egy kicsit taglaltam, de hát ez a lényeg. Láthattok sót, borsot, és a sóra is kitérve egy pillanatra, só oldatba fogom kezelni a húsokat, egy, hát én szerintem egy 8-10 órát, nem tudom, hogy állok majd idővel, elmegyek vásárolni, van egy kis dolgom, tehát só oldatba be fogom pácolni a húsokat, és egy jó 8-10 óra múlva természetesen ki fogjuk sütni őket egy olyan zsíradékba, amit majd egy picit megízesítünk, és látjátok is mivel, vöröshagymával, fokhagymával, lilahagymával, gyöngyhagymával, egy kis bugaci paprikával, fantasztikus, na, evel a hagyma egyveleggel, ugye ezeket előre majd a zsírba le fogom sütni, és amikor megadtuk a törődést a zsírnak, amit mutatok is nektek, egy kis bödön zsír, akkor abba az ízesített zsírba megsütjük a húsokat. Természetesen van még egy pici munkálat vele, ezeket a kis bőrös részeket be kell írdalnom. És mivel fogjuk elfogyasztani? Kovászos uborka és egy jó pofa kenyér. Na, lényegében ennyi, elkészítem a sóoldatot, mutatom nektek, beírdaljuk a húsokat, bepácoljuk, és hamarosan ismét találkozunk. Kezdünk! Készülhet a sóoldat, lehetőleg egy nagyobb tálba dolgozzatok, és körülbelül egy a liter mennyiségű vizet engedtem bele, és a liter mennyiségű vízhez fogok egyetlen egy evőkanál sót hozzáadni. Na most, amikor majd kikerülnek 8-10 óra múlva a húsok a vízből, a sós vízből, le fogom egy nagyon picit itatni őket, és ettől függetlenül minimálisan sózom, borsozom, úgy mennek majd az ízesített zsírba. Hagy szóljon, egyetlen egy kanál, erdélyi sóval dolgozom, beleteszem, és addig keverem, míg teljesen föl nem oldódik. Feloldódott a só a vízbe. Egy nagyon picit félre fogom tenni. És lényegében, ami most következik, az a húsoknak a beírdalása, pontosabban a bőrész beírdalása. Ha szabad nektek javasolnom, lehetőleg mindenféleképpen úgy írdaljatok, hogy ne nagyon menjetek a húsba. Tehát éppenséggel mutatom nektek, ez egy gyönyörű szép hosszú karajrész, megfogjátok, és így egyszerűen ebből a módszerrel bevágjátok, kezit csókolom, nézzétek meg, gyönyörű szépen a zsírt és a bőrt átvágtam, így helyezem a sós vízbe őket, és lényegében 8-10 óra múlva találkozunk, és sütünk egy fantasztikusat. Ezt mindegyik hússal most meg fogom tenni. Ha bele is mentek a húsba, ne teljesen és ne végig. Látjátok, ennyi. Lassacskán jöhet az igazi törődés, a sütögetés. Látjátok, előkészültünk hagyma szinten is, megpucoltuk a lila hagymát, a vörös hagymát, a fokhagymát, az apró gyöngyhagymákat. Ide készítettem a bugaci paprikát, nagyon-nagyon szeretjük belesütve a zsírba. Egyébként nem kell beletenni, aki nem szereti az erős paprikát, vagy nincsen otthon, nem kell utána járkálni, nem kell beletenni. És attól se kell félni esetleg, hogyha mégis valaki beleteszi, hogy megüti vele a zsírt, tehát úgy fogalmaznék, inkább, hogy erős lesz a zsír. Nem.
adtok neki egy fantasztikus aromaterápiát ebben a paprikával, és ugye erről meg nem is beszél, ami körülötte van, nagyon-nagyon finom ízeket fog képviselni ez a sok-sok hagyma és a paprika. Természetesen utána belekerül a husi, amit azonnal le fogok csöpögtetni. Hoztam egy tálcát ide, rajta egy gitter, azaz egy rács. Le fogok csöpögtetni, és sóval, borssal ízesíteni fogok. Az is egy eljárás egyébként, amikor kiszeditek mondjuk, és egy nagyon pici papír szalvétával le kell itatni, vagy egy tiszta konyharuával. Én ezt így nem fogom megtenni, kétszer-háromszor megfordítom, és higgyétek el, ez bőségesen elég neki. Szilvikét megkérem, mutassa meg itt a vasedényünket. Másfél kiló zsírral fogok indítani, ebbe fogom belepakolni először a nagyobb hagymákat, körülbelül sütöm egy 10 percig, és utána jön az aprólék. Amikor minden megsült, jöhet a csúcs, az első helyezett, mehet bele a husi. Na, hagyd szóljon! Pakolom ki a husikat, és mutatom nektek a továbbiakat részletesen. Jó bő 2 óra hossza, ami hiányzott a 10 órából, tehát 8 órát töltöttek el ebbe a nagyon-nagyon kellemes kis sóspráccba. 8,5 óra talán annyi volt. Nincsen annyira jelentősége. Ezt a só oldatot meg ki kell önteni utána. Tehát nincs mire felhasználni. Nyugodtan borítsátok ki. Azonnal fűszerezünk. Alapszinten jöhet az ízesítés, fűszerezés, és mint sós oldatba pálcoltuk a húsokat, egy nagyon-nagyon minimális sóra van csak szükségünk, mutatom nektek, éppen csak végig szaladok, tényleg nagyon enyhén sózok, ide még egy picit teszek, és nyilvánvaló utána jöhet a színes bors, itt bármelyik bors típus lehet használni, ami a kedvenc, nekem fekete, fehér, zöld és rózsabors van beletöltve, nagyon-nagyon szeretem ezt a 4-est, de nyilvánvaló akár csak az egyik fajtával is lehet dolgozni, ebből többet is rá lehet szólni, nyilvánvaló ízlés szerint. A túloldallal pont így fogok eljárni. Alápörköltem a zsírnak, melegszik, sütjük a hagymákat lassan. Túloldal ugyanez. Fölmelegedett a zsíradék, a sertészsír, és ilyen esetben hát olyan 150-160 fokos, tehát mindenféleképpen arra kell figyelni, hogy nem tűzforró 180-200 fokos zsírba dobni a hagymákat, hogy hirtelen megsüljön, inkább lassan süssétek, meglátjátok, és majd mondom, hogy körülbelül hány percig sütöttem én is. Na jöjjenek a hagymák, vörös hagymák, a nagyobb darabokkal kezdem, mint említettem, és a lila hagymákat bele fogom pakolni, sütöm pár percig, és utána jönnek az apróságok. Ebben a pillanatban a paprikát már bele lehet tenni. Tökéletes. Maradtak a picúrok. Fokhagymák, pici lila hagyma és a gyöngyhagyma. 150-160 fokos a zsíradék. Csú, de jó illat van már most. Szépségesek. Hamarosan mutatom nektek, amikor szórom az aprót is bele. Egy jó 5 perc elteltével, 5-7 perc elteltével, amikor már egy nagyon-nagyon pici szín kezd kialakulni a vörös hagymánál, ott nagyon jó látni, és egy kicsit elkezd meghólyagosodni a levele, a külső levele, akkor, és természetesen ez a lila hagymánál is így van, tehát egy nagyon picit látni ezt a kis sült réteget rajta, akkor természetesen jöhet hozzá az aprólék, amit bele fogok lapátolni, és lényegében innentől számítva még egy jó 10 percig fogom sütni őket. Mert a fokhagyma, gyöngyhagyma és az apró lilahagyma. Innentől számítva egy jó 10 percig sütöm még. Utána ki fogom emelni őket, és jöhetnek a húsik. Körülbelül még mindig 150-160 fokos a zsíradék. Elképesztően szép a tartalom, ezt nézzétek meg. Meg is sültek a hagymák. Avval a szűrőkanállal azonnal kilapátolom őket. Hoztam egy üvegedényt. És természetesen attól se kell megijedni, hogy ez ki fog hűlni, hiszen a sütőbe a kellő időbe melegen fogom tartani őket. Ezt nézzétek meg. Hát ez nagyon-nagyon hálás.
A kenyér mellé ez lesz a köret és a savanyúság mellé. Ez a fantasztikus sült hagyma. Nagyon-nagyon csinosak. Egy-két hagymának jön ki a közepe, nem kell foglalkozni vele. Itt az a lényeg, hogy halásszátok ki mind. Picit lecsöpögtetve, melegen fogjuk tartani. Na gyertek apucihoz. Na még egy fokhagyma művek, tökéletes. Ennyi volt. Odébb is tesztem ezt egy picit, hozom a húsokat, lényegében egyenként leengedve, gyönyörű szépen lassan elkezdem sütni őket. Ezt is mérem nektek természetesen. Úgy 15 perc elteltével belenézzünk, hogy ti is lássátok, hogy hol tartunk. Fantasztikus a tartalom, ezt nézzétek meg. Körülbelül még egy 5 perc és készen is vagyunk, kiemelek még egyet. Fantasztikusan sülnek, ez a pici bőrke is kezd ropogós lenni. Hoztam ide egy maghőmérőt, hogy ti is lássátok, ugye kikerült a hagyma, 150-160 fokos volt a zsiradék, ilyenkor viszont a hús visszahűti a 125-130 fokra, és lényegében így kell eljárni, tehát így kell menni tovább, olyan 130 fokon süssétek, 132-133 teljesen jó, tehát ilyen 150-160-ra már ne menjetek föl, ezt így kell szabályozni, és gyönyörű szépen meg fog sülni, mint a mellékelt ábra mutatja, olyan 20 percnél készen is vagytok vele. Mutatom még egyszer. Ezt nézzétek meg. Szépséges. Gyönyörű. Hamarosan mutatom, amikor kiemelem őket. Folyamatosan mozgassátok a húsokat, annál szebben sülnek. Na, ezt is megmutatom azért még. Tyú, de jól néz ki. Na, hamarosan szedem ki őket. Meg vagyok az első fordulóval, jöhetnek ki a húsi szeletek. Mutatom nektek innen is, én azt gondolom nem kell semmit mondanom. Ráteszem a hagymára őket, és lényegében jöhet a következő eresztés. Na, ezt rövidebbre fogom, hogy lássátok, csodásak lettek. Vásári pecsenye. Kezit csókolom, ennyi az egész. Szelem a kenyeret lassan, és mutatjuk a végeredményt. Hű, de jól néz ki. Na, ezt még ide teszem. Szilvike tudja mutatni, jöhetnek a következő szeletkék. Csodások. Négyesével érdemes sütni őket, hogy kényelmesen tudjanak sülni. Nagyon-nagyon éhes vagyok. Addig nem nyúlok hozzá egyikhez se. Na, megvárlak benneteket. Meg is vagyok a következő 4 szelettel, amit természetesen ismételten közreadok. 20 perc alatt tökére sültek, maradt 3 szelet, természetesen tálaláskor találkozunk. Na, ilyen egyszerű volt az egész, próbáljátok ki. Egy csodálatos, csontos és nagyon-nagyon finom kis sültet hajtottunk végre, pontosabban hoztunk létre. Láttátok, egy pici pácolással egy fantasztikus sült készül így el. Egy igazi vásári pecsenye. Na, folyt köv, jöhet az utolsó 3 szeletke. Operálunk egy kicsit ebben is, és természetesen hamarosan tálalunk. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt végeredményt, egy eszméletlen finom vásári pecsenyét. Ha gondoljátok, készítsétek el, higgyétek el, nem fogtok benne csalódni. Aki szereti a sertéshúst, szereti a karajt, a rövid karajt, hosszú karajt, szereti ilyen formába elfogyasztani, az nem fog benne csalódni. Fantasztikus ízek, hagymás, fokhagymás, tényleg egy igen stabil zsírt gyártottunk, pontosabban előkészítve, ebbe sütöttük meg a húsikat, és úgy hát a mellette levő tartalomról nem is kell beszélni. Hát mi családunk egyébként tényleg olyan ilyen hagymát hagymával típus, nagyon szeretjük mindenféle kategóriába,
és a sült hagyma az egy nagyon nagy kedvenc, főleg egy ilyen hús készítmény mellé. Próbáljátok ki, láttátok, roppant egyszerű az elkészítés, mindenféleképpen abban a pici kis sós vízbe pácoljátok, 8-10 óra hossza. Akinek esetleg nincs ideje, azt mondom, az a 3-4 óra hossza is nagyon-nagyon fontos, tehát segít, vagy egy éjszakára, mielőtt lefekszetek, tegyétek be a hűtőbe, másnap lehet kisütni. Amire még érdemes odafigyelni, keveset nem szabad készíteni belőle, mert nagyon-nagyon gyorsan elfogy. Kenyérrel, kovászos uborkával, és még egy nagyon-nagyon pici borssal fogom elfogyasztani. Személy szerint még hoztam egy kis zöld aranyat a törődés kedvéért. Azt már előttetek nem mertem összevágni, majd nagyon gyorsan összesarabolom a saját részemet. Mindenféleképpen jó, meg fogom dobálni vele, és lényegében így fogunk leülni az asztalhoz. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, próbáljátok ki, mindenkinek jó étvágyat hozzá. További szép hétvégét, szevasztok, jó egészséget, jó étvágyat ehhez a finomsághoz. Más már nem mondok, ígérem. Sziasztok!